Három nap. Jelenleg ennyi áll rendelkezésére a szülőknek ahhoz, hogy igazolják gyermekük hiányzását az oktatási intézményekből. A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete viszont elindított egy kezdeményezést, amelyben arra kérik az oktatási intézmények vezetőit, hogy emeljék fel ezt a számot 15 napra, mert nagyon sok olyan eset van, amikor jobb lenne, hogyha a szülő maga tudná igazolni gyermeke hiányzását. Az egyesület kezdeményezését Hajdunánáson a gyermekorvosok is támogatják. Megkértek bennünket, hogy az iskolaigazgatóknak, az intézményvezetőknek tolmácsoljuk azt a kérést a házi gyerekorvosok részéről, hogy ne csak három napot igazolhasson a szülő, hanem többet, tehát tekintsék a szülőt egy igazi felnőttnek és partnernek, és hogy elkerüljük azokat a felesleges orvosbeteg találkozásokat, hogy itt találkozunk azért, hogy egy temetésre adjunk igazolást, egy nyelvvizsgára adjunk igazolást, és olyan kellemetlen helyzetbe hoznak bennünket, hogy gyakorlatilag valótlan dolgot kell állítanunk, és erről kell adnunk igazolást. De azért azt hozzáfűzném, hogy itt beszélgettem már Nánáson több iskolaigazgatóval, és a többségüknek az a véleménye, hogy ők mindig partnerek voltak abban, hogyha oda megy a szülő, és megkéri, hogy erről van szó, akkor ők ezt igazolták. Általános iskolai szinten tehát eddig jól működött ez a dolog a városban. Az óvodák esetében viszont már nehezebb helyzetben vannak a szülők. A gyermekorvosok szerint ugyanis az igazolások miatt sok esetben egyszerű lefolyású, otthon kezelhető betegségek miatt is orvoshoz kell menni a gyerekeknek. Ez pedig egy zsúfolt, betegekkel teli rendelőintézetben nem mindig jó dolog. Fontos az is, hogy az óvodások se jöjjenek ide két-háromnapos kisebb megfázással, ami igazából nem orvosi ellátást igényel, és kérjenek igazolást, és mondjuk egy január-február-márciusi 80-as beteglétszám mellett betegebbek lesznek, ha ide jönnek. Tehát, hogy fogadják el a szülőnek az igazolását arról, hogy beteg a gyerek, nem beteg, hanem most éppen úgy ítéli meg a szülő, hogy nem viszi arra három napra, de nagyobb probléma nincsen, és fogadják el. A Bocska István általános iskola igazgatója Tóth Imre szerint viszont ez egy kétélű fegyver, mert igaz ugyan, hogy nagyon sok szülő esetében jól működhetne a rendszer, de sajnos olyanok is vannak, akik a három napnál több hiányzási lehetőséget egyfajta kiskapunak tekintenék, arra nézve, hogy igazolják gyermekük mulasztásait. Úgy vélem, hogy egy jelentős módosítás, mondjuk egy 10 alkalmas évi hiányzási lehetőség, az csak azoknak a gyerekeknek, azoknak a tanulóknak a hiányzását növelné meg, akik szeretnének hiányozni az iskolából, akik jelenleg is nagyon sok igazolatlan órával rendelkeznek, hiszen az a gyakorlat náluk, hogy a szülő, aki támogatja sajnos a gyerekek hiányzását az iskolából, ő leigazolja a rendelkezésre álló három napot, utána pedig a gyerekek járnak orvostól orvosra, hogy igazolásokat gyűjtsenek. A szülők által igazolható hiányzások mennyiségét az oktatási intézmények a saját házi rendükben szabályozzák. A hajdunánási általános iskolák esetében ez három nap. Természetesen egyéni kérések esetében el lehet ettől térni, hogyha kéri a szülő. Ez eddig is jól működött a városunkban. Tóth Imre szerint ezért felesleges módosítani ezen a szabályzáson. Tudom, hogy van ilyen kezdeményezés, hogy ezt a három alkalmat emeljük meg egy hosszabb időintervallumra, úgy gondolom, hogy ennek nem lenne eredménye. Azért gondolom így, mert a három alkalom azt szerintem elég nagy szabadságot ad a szülőknek, hogy a előre nem látható szabadidős rendezvény, családi események, bármilyen olyan alkalommal igazolják a gyerekek hiányzását, ami nem betegség és nem orvosi igazolás. Ennél több alkalmat én nem látok szükségesnek, egyrészt azért, mert a magyar intézmények vezetőinek jelenleg is lehetősége van arra, hogyha egy rendkívüli alkalom következik be a család életében, akkor azt szülői kérésre igazolt hiányzásnak tekintse. Általános iskolai szinten tehát jól működik a jelenlegi rendszer. Legalábbis ezt erősítette meg az általunk megkérdezett iskolaigazgató és a gyermekorvos is. Ahol viszont megfontolandó lehet a szülők által igazolható hiányzások számának emelése, az az óvodákban és a bölcsödében áll fenn. Sokszor ugyanis a szülő tényleg többet árt a gyermekének, hogyha egy egyszerű orrfolyásos köhögéses megfázás esetén becitálja egy zsúfolt rendelőintézetbe, mint hogyha szépen otthon maradna. Itt tehát érdemes lenne nagyobb szabadságot adni a szülőknek.